A fűtőtestek egyelőre még hidegek, azonban egyes helyeken estére már felmelegedhetnek egy bizonyos fokig. A próbafűtés szakaszonként van beüzemelve, így nem mindenkinél lesz egyszerre meleg. A Pannon RTV munkatársa Horváth Evelin is távfűtést használ. Tavaly így október vége felé, ha jól emlékszek, akkor már bekapcsolták, akkor volt egy ilyen gyöngébb fűtés, akkor már megindult, és hát egészen tavaszig, márciusig ment, akkor aztán ott le is kapcsolták, mikor fölmelegedett, de igény szerint, ahogy lehűlt az időjárás, akkor megint visszakapcsolták, úgyhogy ebből a részből reális, hogy amikor hideg van, akkor megy a fűtés, tehát nem fáztunk egyszer sem a télen. Az árakról a közvállalat honlapjáról is tájékozódhatnak a lakosok. 2016 márciusában lépett életbe az új díjszabási rendszer, amely a fogyasztóknak korábbról ismert 2010-től 2014 decemberéig volt hatályban ez a két részes díjszabási rendszer, és az árak pedig, amelyekkel ez vissza lett vezetve az idén, ezek a 2013-as árjegyzék szerint alakulnak. A távfűtőművek jelenleg a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat hővezetékét újítja fel, így a hét végéig ott is elindul a fűtés. Az imént említett újjáépítés egy új technológia bevezetésével lesz lefolytatva, amit az idén másodszor alkalmazunk itt Szabadkán. Ez egy úgynevezett flexibilis előszigetelt technológia, ami sokban megkönnyíti és meggyorsítja a kivitelezését a munkálatoknak, ellentétben a régi merev acél előszigetelt csőtechnológiával. A távfűtőművek szombattól az időjárási viszonyoktól függően készen áll a fűtésre. Egyelőre csak a próbaüzemeltetés folyik, a tényleges fűtést akkor fogják bekapcsolni, hogyha három egymást követő napon 12 fok alá esik a hőmérséklet éjszaka.